reggelt kívánok minden kávésrajongónak. Itt sétálunk éppen Szegeden, a nem tudom, hogy hol, de azt nem tudjuk, hogy hol vagyunk, azt viszont tudjuk, hogy hová megyünk. Ma három helyen fogunk kávézni, aztán pedig elugrunk a Kávé Múzeumba. Úgyhogy tartsatok velünk, a tegnapi nap egy picit gyors a sikeredet. Nekünk nem volt annyira gyors, de mai napon azért lesz kicsit több időnk. Úgyhogy vágjunk bele akkor a szegedi kávés életbe. Érkezünk az első helyszínre, ami nem más, mint a Kék Elefánt, és amint látjátok, ezen az eldugott udvarban található, mégis az emberek ide járnak kávézni. Na vajon miért? Ezt mindjárt kinyomozzuk. Na, jó reggelt kívánok! Így mutatom, hogy kik vagyunk itt mindnyájan. Ott van persze Magda is a kamerával, és akkor némi magyarázat szolgál, ki kicsoda. Hát Zoli itt mellettem értelemszerűen ő a hely gazdája, tulajdonosa, üzemeltetője. Viszont itt vannak mellettem, sziasztok, talán előző videókból, legalábbis remélem, hogy mire ez a videó megjelenik, már az a videó is megjelenik. Ismeritek őket, ők a két teljesen kávélaikus tesztelőnk, ami hát annyira nem igaz, hogy kávélaikusak, mert hogy régóta kávéztok, sőt annyira, hogy Adriánnal én egy barista tanfolyamon találkoztam, de Adriánt arról is ismerni kell, hogy te a szakértő. Hát írt egy könyvet túlzás a teáról, de komolyan egy ilyen vastag könyvet írt a teáról. Csak annyira szerény, hogy egyetlen egy példányban jelent meg a könyv, és tulajdonképpen így néha nekem odaadja meg egy-két ismerősének, hogy tessék, nézz bele, egy percig a könyvet foghatjuk a kezünkbe, és utána hazaviszi általában. Na de hát mindegy, ez így van talán jól. És hát egyébként nagyon jó barátom Adrián, illetve a kedves felesége Viki, mint friss házasok, és hát ők most elkísértek minket erre a hétvégére. És az oka, miért itt vannak egyébként, hogy Adrián és Zoli egyébként már régebb óta ismerik egymást, mert hogy neked van némi szegedi előéleted. Annak idején, amikor még fiatal voltál, akkor húzamosabb időt is eltöltöttél egyszerre Szegeden, nem csak egy ilyen hosszú hétvégét. És azóta is azért visszajársz, mert szeretsz itt lenni ebben a városban. Igen, van. Na de majd beszélgetünk még erről később. Most viszont térjünk át akkor, hogy mi újság a Kék Elefántban. Azt látjuk, hogy van egy Kék Elefánt nevű kávézó, meg tudjuk azt, hogy van egy Kis Elefánt nevű kávézó. Igen. Is, tehát rögtön két elefánt van. Némi magyarázatra szolgál a név, hogy miért elefánt? Igen, ezt sokan kérdezik, és igyekszünk mindig itt elmondani, hogy miért Kék Elefánt. Azért Kék Elefánt, mert a helyet egy gépről neveztük el, egy hatalmas nagy gépről. Ez egy Poema gép, az volt, tehát nagy dög, mit adjunk neki, milyen nevet. Gondolkodtunk sok mindenem, volt orszarvú gondolatunk, volt bána gondolatunk, mondjuk az így bele is fért volna, hogy kék bána, de hogy a kisfiamnak van egy takarója, amin rajta van egy kék elefánt. És akkor arról neveztük el a gépet, a gépről meg a helyet. Az a gép sajnos ehhez a kategóriája kávékhoz nem a legigazibb, úgyhogy le kellett cserélnünk. Soha nem is volt használható egyébként itt, de róla lett elnevező a hely. De őrzett még a gépet, vagy ő? Őrizzük, igen, még. Tehát majd lehet, hogy egyszer így kiállítjátok a 10 éves jubileumi megnyitási évfordulón, hogy na, ő a névadónk, és akkor... És ő volt előbb, tehát a Kék Elefánt, igen. A Kis Elefánt nyílt vicces, hogy a név az ugye a Kis Elefánt, annak az egy kicsit nagyobb egyébként. Aha, egy logikus értem, persze. De a név az ez lett, hogy ő a kicsi, a gyerek. A gyerek elefánt, így megszavaztattuk, és ez lett a neve. Oké, okay. Na menjünk be, akkor nézzünk szépen. Készítetek? Fölösvárdokkal, igen, nem a mutatásnak. Ezt van most, főleg fölködök el, de azért cuki tárhatod. És például, hogy mások elvezetek a jövő éten, hogy ezt akár mi kollektívan szél nagyon nagyon rá tudjuk teszteni, de lehet rá, hogy dolgozunk, pedig igyekszünk mindig ezt így bővíteni a palettát. Tehát egy folyamatosan cserélgetitek, tulajdonképpen nem vagyok elhetelve egy fix pörkölel. Nem vagyunk, kezdetekről fogva a színmunkával, nagyon jó barátság, és azokat rendszeresen használjuk. De amúgy a várdát nagyon szeretjük, és mindig szeretjük a magyarokat, és a tudjátok is. Beszéltünk már a névről, de hogy jött neked a kávé az életedbe? Mérnök vagyok, energetikai mérnök, Pakson tanultam.
és hát a munkám miatt kerültem ide Szegedre. Én egyébként kiskörösi vagyok, munkám miatt kerültem Szegedre. Dégáznál dolgoztam egy ilyen energiaszolgáltató cégnél, és nagyon sokat jártam az országot, és valahol ittam egy jó kávét. Nem tudom megmondani, hogy pontosan, hogy hol, ó, de, kár. De valószínűleg Kaposvár. Kaposváron? Szerintem ott. Ilyen meglepő, de, meglepő, de igen. A mostani tudásommal ez valószínűleg nem volt annyira jó, de lattáltolva volt, és finom volt, és úgy valahogy így beleszerelmesedtem a kávékba, elkezdtem workshopokra járni, oktatásokra járni, a Tampenpoolnál elvégeztem egy barista tanfolyamot, az csak szimplán önszorgalomból, akkor még nem is volt olyan gondolatom, hogy, hogy én most egy kávézót akarok nyitni, és akkor hát úgy, valahogy így annyira nekiindult a dolog, meg annyira belevágtam az egészbe, hogy, így azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a hobbimból megélnék, és akkor nyitottuk a kékkerepányot. Tehát tulajdonképpen az energiaszektorban átkerültél az energiaszektorba. Egy más energiaszektorban. Pozitív. Az embereknek szolgáltatsz energiát tulajdonképpen a napindításhoz és a befejezéséhez. Mi az, hogy átveszem ezt a dumát szer. Oké. Minden duma után csak egy gram kávét kérek, vagy jó? Szóval azt láttam, hogy egy nagyon érdekes kávét is készítettek, amit én még kávézóban soha nem láttam készíteni egyébként. A szifont. Igen, tehát ezt úgy sokan nélkülözik, mert nem tudom miért. Valószínűleg ezek meg nem a leggyorsabb kategória, valószínűleg ez. Igen. Viszont nagyon finom kávét lehet vele főzni, ez már szinte tényleg a kávéfőzés, ugye nem szeretjük ezt használni, ezt, hogy kávéfőzés, de ez már szinte erre lehet használni, nagyon magas a hőfok. Viszonylag az sem készül el, de aki bevállalja, azt szerintem jól jár. És filtereztek más? Filterezünk, más szinte mindent használunk, Kalita, V60, kedvencünk a V60 egyébként. Ha valaki azt mondja, hogy ránk bízza, akkor azzal készítjük, de azért nyilván megvan, hogy melyik kávéhoz melyik jó. Láttam itt az előbb, ahogy nél előttem egy ilyen kis bekeretezett felhívást. Igen. A Kék Dominót mesélsz nekünk erről is? Igen, van a Kék Dominó fejlesztő központ. Van, ők a alapítói, ők nekünk a törzsvendégeink. Sokat beszélgettünk velük, és így tudtuk, hogy meg fogják alapítani ezt a fejlesztő központot. Aspergeres gyerekekkel foglalkoznak, támogatják őket, és a családjaikat is. És ebben segítünk mi nekik annyival, hogy, aki, készítettünk egy kreatív italt, a Kék Dominó koktélt. Nem ez egy kék kávé? Nem, a kék színnek pedig ez sokkal nehezményezik egyébként, hogy miért van kék. Lehet, hogy akkor nem lenne annyira szimpatikus az embereknek. Nem, ízében nagyon finom, van benne egy kék áfonya, azért azt is a kedvéért. Nem nagyon áruljuk el, hogy egyébként, hogy mi van benne, hogy csak itt tudják meg elfogyasztani, és akkor támogassuk. Így van, vele. Így van, ez egy sótékony podgyanak. Igen, és akkor ennek egy része a támogatja az, aki fogyasztja a Kék Dominó fejlesztő központot. Szuper, szuper. Nézzünk akkor, hogy működik nálatok a pult. Mert működik a pult? Az emberek a látványra is kíváncsiak. Egy jó kis Dark World Evolution gépünk van, nem vele kezdtük itt az életet, csak szükség volt rá, hogy egy nagyobb gépet válasszunk. Egy R58-as, Rakit R58-assal kezdtük, és az egy szerintem hatalmasan zseniális gép, amúgy még most is használjuk, a másik kávézomban, a kis elefántban most. Az a set van ott, amivel itt kezdtük. Mutatok valamit nektek. Ezt a kávét szeretném mutatni, hogy saját logós kávétok van nektek. Igen, a kaszinomok, hát, amit még szintén nem láttam senkinél. Szerintem már csináltak mással is ilyen összedolgozást a kaszinomokások, ezek ilyen együttműködés lényegében. Igazából mi az ízt mondtuk meg, hogy mondjuk egy csokis ízvilágot szeretnénk, ugye nyilván nekik hatalmas nagy tapasztalatuk van abban, hogy mit lehet ilyenkor küldeni. Rengeteg mintát kértek be a nagykerekből. Tesztelgettük, vizsgálgattuk, és igazából ez volt az, ami úgy gondoltuk, hogy nekünk ez itt a helyhez illene. Ugye ezt főleg azért találtuk ki ezt a kávét, mert amikor mi elkezdtük, akkor itt mi a nagyon világos pörkölésű kávékat használtuk, gyümölcsösek, és ugye azt nem feltétlenül értette mindenki. És akkor arra gondoltunk, hogy hát ugye mi nyilván olasz kávét nem adunk, mi ezt a világos pörkölés mellett köteleztük el magunkat, olaszt nem adunk, de akkor mi lenne, hogyha egy ilyen csokisabbat, ami könnyebben értelmezhető olyat adnánk, és akkor
hogy még a kaszinom okások mondták, hogy akkor ezt így meg lehetne oldani, küldték a mintákat, teszteltünk, és az lett a vége, hogy még nem is ez volt az első egyébként, nem ez a furnász, hanem volt nekünk egy Jaguaránk, egy másik brazil, az volt a legelső, és akkor így szépen kiválasztottuk, hogy az legyen, jöhet, pirón volt, kértük, hogy rajta legyen a logónk, és ez a házunk kávé, ezt így ebben a formában nem lehet máshol megkapni. A zöld kávét azt mi vásároltuk meg, ebből például 60 kg zöld kávé volt, még a Jaguarából 120 kg, és tök jó, az ilyen saját kávé. Szuper. Na hát akkor igyunk is valamit. Úgyhogy, nem tudom, négy pohár meleg vizet tudsz nekünk először adni? És... négy pohár meleg vizet? Aha. Mit terveztek a meleg vízzel? Ti csak ezért jöttetek rá, hogy mit inkább szóval megcsináljuk? Hát ez egész, nem, így omorra. A szálláson kaptuk, azt mondták, megihatjuk, hát nem hagyjuk tenki. Viccet félretéve rád bízzuk. Jó, amit most szeretnél. Presszó, vagy igen. Teljes, mindenki presszó. Presszó. Mindenki presszó? Zolinak köszönjük szépen akkor a vendéglátást, nagyon finom volt a kávé. Még találkozunk a kis elefántban, jó? Találkozunk a kis elefántban. Sziasztok! Na ki az, aki volt már bezárt kávézóban, és nincs saját kávézója? Na aki nem volt, az most jöhet velünk, ugyanis átjöttünk a kis elefántba, ahova tegnap terveztük volna, hogy nyitvatartási időben ideérjünk, de mint már mindenki tudja, lemerült az akkumulátorunk, meghalt és nem értünk ide időbe. Viszont Zoli volt olyan kedves hozzánk, hogy kinyitotta nekünk, csak azért, hogy nektek meg tudjuk mutatni ezt a helyet. Úgyhogy Zoli gyorsan kalauzolja körbe minket. Mikor nyitottatok ezzel a helyel? Előbb számolgattam, három. Ha jól számolom, három hónapja nyitottuk meg. Ó, még akkor nagyon friss, még érzem a festék illatát is. De nem az a kávé, bocs. Igen, ahogy beszéltük is az előbb, a kezdőszettünk itt van. Bár ez... gyorsan megnézzük, hogy milyen gépezettel dolgoztok. Egy R58-as, és itt is egy F64-es. Ővel kezdtük az egészet, bár nem 100%-ig bele. Ő már egy második ilyen gépünk. Az első az most szervízben van. Ő a hivatalos kitelepülős gépünk, a másik meg a főgép. Így van. És tulajdonképpen itt egy picit tényleg nagyobb a hely, mert ha körülnézünk, rögtön hárman már jönnek is. Csak így mutatom nektek, hogy mindent lássatok, hogy kis csinos hely, kék szekrény. És akit egy örmővel dolgoztok tulajdonképp, illetve filter. Igen, filterünk is van, az most éppen nincs itt. Mert hogy mentek az Aeropress versenyre, és azt viszitek magatokkal. És ma lesz a verseny, ötre oda szeretnénk érni, és már összepakoltam mindent, úgyhogy az most nincs itt. Hát köszönjük, hogy áthoztál minket ide. Nem is akarlak téged nagyon tovább feltartani, mert tudom, hogy már azért kellőképpen megy az izgalom, hogy akkor a versenyen mi lesz, mi fog történni. Nagy kalappal nektek. Köszönjük hogy, szépen. Mert hogy mentek Szegedről, vagy nem is tudom, sokan. Ha jól tudom, összesen hatan, tőlünk hárman megyünk. A Antikból, ha jól tudom, egy vagy ketten, és a Hédből is ketten. Na, és ezen kívül meg lehet, hogy más is, hogy egy... Nagyon jó, köszönöm szépen! Én is köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor majd jövünk még hozzá kávézni. Szia! Sziasztok!